Üdvözlök újra mindenkit, ez itt még mindig az első van Katowice 2020-as utolsó kvalifikációs versenyt, az utolsó lehetőség a csapatok számára, hogy kiussanak ugye az offline kvalifikációs verseny először, ami Katowicevel lesz szintén megrendez a jövő hétvégén egy hotelben, 16 csapat fog küzdeni azért, hogy ugye közülük, ha jól tudom, 4 bejusson az európai kvalifikációról ugye a többi csapat mellé. A 8-an már biztosan ott lesznek Katowice-ben a jelentős, az 5. jelentős nagy díjazású versenyen, mivel a top 8 ugye előző versenynek, ugye a Dreamhack Winternek már ugye mint legendek vagy legendák ugye már ott vannak ugye bár a meghívottak között, és most pedig ezen a versenyen szintén egyetlen egy csapat juthat ki ugye az offline katowicei versenyre. A Volgár és a Webspel között fog eldőlni a legjobb 8-as küzdelem. Ezután jön majd az elődöntő, utána pedig majd a döntő. A Volgának ezt meg kell nyerni, a Best of 1-es szériáról van természetesen szó. Úgyhogy ha ezt nyerik, akkor már az elődöntő vannak, és onnan már csak két győzelem a kijutás. Késkör megnyerés nagyon fontos mindenféleképpen, hogy CT oldalon kezdhessen. Inferno a legjobb pálya a Volgár számára, és úgy néz ki, hogy a késkört meg is nyerjük. Éppen, hogy majdnem elkiabálta magamat, de végül Foda szerencsére mellém állt, és leszúrta az utolsó terroristát is, úgyhogy immáron a Volgár kezd CT oldalon. Miközben még gyorsan egy pancsot írok, ugye public a GoTV, úgyhogy most nem baj, ha látjátok ugye az IP címet. Csak annyit, hogy ez innen lentről el... A kimenetelét, úgy néz ki, eddig le voltam némítva, vagy csak közben némultam le valamikor, valamikor az XPT-ként bevágóval van egy ilyen hibája, hogy valamikor lenémítja önmagát, ezt nem tudom hogyan csinálja, meg milyen úton, módon, de akkor üdvözlök újra mindenkit, nem tudom, mit lehetett hallani és mit nem, ezt az első van Katowice 2005-ös utolsó kvalifikációs verseny az európaiak számára, ez az utolsó lehetőség a csapatok számára, hogy kiussanak az offline kvalifikációra ugye, ami Katowice-ben lesz szintén egy hotelben megrendezve, és ugye ez itt már a legjobb 8, a Webspel és a Volgár küzd meg a továbbjutásért, ugye ezután jön az elődöntő, majd a döntő, és akit a döntőt megnyeri, csak az jut ki, tehát csak egyetlen egy hely eladó, úgymond. Alex hát közben az MPTS-sel meglátja be rohanó embereket ide, rankerre, egyben is menekül onnan, és átkötőben érkezik az első francia, aki el is hullik, majd Misto is követi őt, és végül Meta is MPTS-sel, 1800 szedett össze, Alexstrad majd Foda érkezik itt meg CT folyosóról, de nem tudja megölni egyelőre a bemenekülő terroristát, aki egyelőre könyvtárban helyezkedik el. Egyébként Boda az búrító, ugye? Foda pedig, Foda most nézem, és végül Gabesson belé meg Lambertet, Foda pedig Magicet, és így végül megvan a kör. Tehát búrító, ez a bizonyos Boda nevezetű játékosunk, természetesen csak valamiért vicces kedvében volt, és átnevezte magát, én pedig azt nem hogy Foda volt vicces kedvében, de hát természetesen megtréfáltak engem is, hogy ne tévesszem meg senkit ezek a nevek. Természetesen tehát a Volgár játékosairól van szó, 2-0 egyelőre a Volgárnak, már is a pisztolykör, illetve a rákötkező kör megnyerésével, és már is érkeznek a franciák ezúttal a B-re. Megint Flashnek és Bódítónak kéne helyt állnia, és a magyar kapitány marad egyedül az életben, nem tud mit tenni, megölő jött végül Meta, és így Alexstradnak kell most érkeznie. 35-24-52 HP-n a terrorista, tehát eléggé kevés HP-n vannak, úgyhogy lemehet ez a bizonyos bomba, de utána még ez a visszafoglás sikerülhet simán, főleg így Gameson azzal a gránáttal megölött egy embert, és így oda őrült sorozás, senkit nem talál el végül azzal az M4-esével. Érkezik majd innenként Lambert oldalról, banán felől, ott van szökőkút mögött egy terrorista, majd egyébként dobozokon van még ott hatosnál egy játékos. Alexstrad inkább visszavonul, Gabesson közben egyébként duplázik, nagyon szép, két fontos frag, kertben pedig már
jönne beépítkezésbe, mert de hova érkezik? Hát menjen egybe a temetőbe, Alexát küldi őt el a sírkertek közé a koporsójába, és így végül megvan most már a negyedik. Harmadik kör és a Volgás a negyedik kör fog most érkezni, Echo kör, a vásárosként is elbukta a francia Webspell, úgyhogy így most mindenféleképpen mi vagyunk előnyben, ugye a bombalakás miatt tudtak ugye az első körben, amikor visszafoglaltuk ugye a bérlakot, azért tudtak venni egy körre hamarabb fegyvert a Webspellesek, ugye normál esetben ez lenne a vásáros krük, de mivel a bombalakás miatt ez most így egy Echo kör lesz. De elbukták az előző kört. Ez a festékes vödrös skin, erről mindig nagyon rossz élményem van erről a sárkány királyról, mint hogyha egy tényleg egy kínai gyerek így leteg szint, és valahogyan sárkányfej alakult volna ott ki középen, ugye sok festék összefolyásában, de mindegy, nem is akadok fenn ezen az apróságon. Alexstrat közben egyébként visszavonul ide könyvtárszobába, miközben egyébként Foda szoborról védít át, Alexstrat az első frag, és közben Gabessoné a második, leszette metát ott fönt, és érkeznek árnyék felől a játékosok, szintén Gabesson, aki fregel, és visszakergetik az utolsó játékost, Mistót is egészen át Rankerre, ahol Alexstrat várta már őt, a fogadóbizottság ott volt, és végig az egyszemélyes hadsereg leszette őt, úgyhogy így elbukja az Echo körét is, a Webspell, az Anti-Echo-t lehozza, tehát a Volgár, és így vezetik is a mérkőzést már négy körös differenciával, még nincsen ugye köre a Webspellnek, még nem került fel az eredményjelzőre a francia csapat, úgyhogy ez mindenféleképpen ezt a hibát mindenféleképpen orvosolniuk kellene, és mindenféleképpen nyerni kéne egy kört, de azért azt meg kell jeznünk, hogy a magyarokat azért többen támogatják, remélhetőleg mindenki nekik szurkol, úgyhogy nem nagyon kellene itt a franciáknak megnyerni ezt a mérkőzést. Foda kezdi jól a fregelés, majd újra tölteni is hagyják, és így még kettőt leszed, így összesen hármat fregel. És jön hátulról Alexstrat, nagyon jó pozíció nálás tőle. Egyébként hátba jön majd még Flash is. Alexstrat a bombalakás megakadályozza számára jó, viszont a brilliáns pozíció le lett fülelve, és végül így meg is lett ölve ott Alexstrat, és bódító, illetve Flash maradt már csak a két B-védő, ők jönnek visszafoglalni most B-t, helyett át, bocsánat, B-ről. És Misto van benne homokban, majdnem meg is halott. Nagy nehezen végül nem tudja megölni bódító az állaplanton lévő játékos, Flash így egyedül, diffuse kitje van, minden esélye megvan, le kell klácsolni, nem tudja. Így végül a Webspell megszerzi az első körét, és ezzel az eredményjelzés felkerülnek a franciák. Nem túl későn, sajnos, nem eléggé korán megvan már az első körük, ugye a pisztolykör elvesztése után ez még korainak számít. És egy 5-6 körrel már kibékülhet a francia csapat, hogyha annyit ugye meg tudnak nyerni terrorista oldalon. Miközben ugye 3 hangtompítós és 2 normál verzió M4-es az utána a Volgár oldalán. Egy Galil van még ott Mistónál, a többi ugye AK-47-es. És Alexstrat pedig itt próbál információt gyűjteni, merre vannak a terroristák. Ez a gránát, az jó lehet! Pont bepattan Misto elé, így 83 HP-n a francia. Miközben Flash itt a füst mögött várakozik. Bocsánat, nem Misto akartak, szerint Mayhem lehetett ott, vagy Mayhem lehetett ott a szekérnél, és itt csak megkartott az a hag, mivel Misto ugye itt van benn banánban boltívek alatt, és Flash néz vele majdnem farkas szemet, hogy ez a fal nem lenne itt. Azok hát megint talán jó lehet bepattani, és 6 HP-ra beviszi metát. Úgyhogy az mindenféleképpen jó volt ott számunkra, az a gránát. Érkeznek már is a terroristák B-re, a füstnek jól kéne lennie. Jó, ott van a taktikai füstünk, a stratégiai füst Flash fejezi le, Magic-et, és így végül 4v5-ben folytatódik a támadás számukra. Lambert is elhullik, Flash helytáll, mennyire a magyar kapitánynak kéne alkotni, a kettőt leszed nagyon jó tőle ez a nyitány, és bódító közben megöli Mistót. Érkezik már Alexstrat is, Alexstrat próbál sorozni a füstöt, végül nem talál el senkit, melyik között az 1 HP-s Meta is, aki a bombát most fogja lerakni éppen, időzítené csapattársának. Kéne őt fedezni, elfoda végül, bocsánat, bódító lő meg végül őt, és így végül Meta marad egyedül, ővel pedig Gabesson végez, úgyhogy így megvan egy újabb kör a Volgár számára, és Echo kör lesz így a Webspell-nél, ugye az előző kört megnyerték, és így 1400-as
bevételre esnek vissza a körveszteség miatt, úgyhogy most nem tudnak megint fegyvereket venni, úgyhogy ez 6-1 is lehet. De kellene most ezt a meccset, a mérkőzést megnyerni, és tényleg mennyire jó lenne megint, hogy az Ázusztrog után most Katowice-ben is képviselné Magyarországot egy csapat. Hogyha nem is ugye a fő rendezvényen, de ezen az offline verseny, ugye a hotelben megrendezett versenyen, már az is nagy eredmény lenne mindenféleképpen, és még egy lehetőség a magyaroknak bizonyítani, mert az Ázusztrogos szereplés annyira nem sikerült jól, de igazából 256 csapat közül jutottak ki, tehát már az is nagy eredmény volt, természetesen büszkék lehetünk ezért is rájuk, de azért a Virtus Pro, hát jó csapatok ellen is játszott, tehát a Virtus Pro és a Hellraisers nem két rossz csapat, tehát mindenféleképpen azért várható volt ez az eredmény. Ez azt mondja csoda, hogyha nem így alakul az Ázusztrog. Talán majd most itt a Katowicei kvalifikációs verseny. A kvalifikációs verseny nagyon jó, ugye a Volgár szemszögéből. Az Ázusztrogon is ugye ott kvalifikáltak ugye egy versenyen, illetve fészetes versenyt is sokszor már nyertek. Foda pedig közben megint izítja az M4-esét, és 3-at ledarál. Misztó pedig nem tudott egyre mit tenni, átjön most CT-re, ott jönnek egyébként ketten is Boda, illetve Boda Bódító, miért mondok mindig Fodát helyette, és Flash, aki végül megöli Misztót. Ez a név Bódító, hát ezért rá fog írni utána, hogy miért vászta ezt a nevet. Összezavarsz itt engem ezzel a névvel. Na mindegy, természetesen nekem kell igazodni a játékosoknak a neveihez. Csak itt egy ilyen szituációban eléggé nehéz mindig így az első betűt ránézik, és azt látom, hogy B, vagy épp hogy a végződés, hogy oda, na mondom, akkor ez Foda, ehelyett pedig ugye pont, hogy B és Bódító. Na mindegy. Gabesson közben egyébként. Aki dobja a vakítót. És egyelőre be is vakítanak ott mindenkit, jön egy hack közben. Az mindenki, tehát három játékos is eltalál, az nagyon szép hack volt ott, és Gabessonnak kell most itt alkotni, ott van egy, majd a dupla is megvan, megy a harmadikért, gyors hármas, és a P2-t felre váltva, Lambert szedi le, négy freget szed össze, és akár ebben még egy ész is lehet Gabessonnak ellen, az az ész Foda elveszi -e vajon tőle, vagy már hátulról jönnek a játékosok, és igen, hátulról jött meg Alexstrad, és így végül meghal Magic is, és Alexstrad a hetedik körét így megszerzi végül a Volgának az utolsó frag megszerzésével. A magyar csapat vezet, és kiúthat az első van katowicei offline kvalifikációs versenyére. De jó lenne látni Volgár matricákat, nem? Szerint ez a mindenféleképpen örülne neki mindenki. Miközönként a terroristák elfoglalhatnák itt banánt, és megpróbálnak majd onnan jönni. Miközben Bódító és Flash van ugye. Sőt, itt van egyébként most Alexad is, tehát hárman védik igazából B-t. És jönnek is igazából metáék. Misztó vezeti ezt a támadást, ahogy látom, így van, ő van a támadás élén. Ő hal meg legelőször a frontvonalban, Alexad is végután elhullik. Meghal talán Bódító is tekercseken, nem, Bódító nem halt meg, Bódító duplázik. Ennél többért is még, a gránáttal nem tud mit tenni, Flash közben besegít csapattársának, és végül Bódítói lehet az utolsó frag, így is övé is lesz, a P250-nel öli meg az utolsó embert. 8-1-es állás immáron, 7 körös differencia, a webspell, hát egyelőre eléggé rosszul áll, fogalmazhatunk így is. Egy rektet láthatunk egyre, de ez nem is annyira rossz igazából számunkra, tehát sőt, ennek mindenki szerintem örül, most itt a magyar nézőtávon legalábbis remélem, hogy mindenki. Mi nincs hangom, most azért van hangom szerintem, ugye az még régebb üzenet, amit közel kaptam, bocsánat, csak ezek kitaláltam, van-e valami probléma, de most már remélem, hogy van hangom, és minden jól működik. Meghal közben meta, Kabessani az első frag. Újabb Echo körben ugyebár a CT csapat Mistónál van egy Deagle, többieknél Tech-9-esek, illetve egy P250 is ront a fegyverlistán. És elmennek egyébként ott átkötő felé Gabesson. Egyet már megölt, most észelhet már megint. Rább is közel lehet az észhez, miközben befolyott a OTV-nk. De Gabesson 4-et öl, és megint ész lehetne, vagy megint ész közelében Gabesson, Misztó már érkezik is ezzel a Deagle-lel, és lefejezi Gabessont, ó de kár, és megint ugye így elveszik tőle az észre való lehetőséget, vagy észre való lehetőséget, de így is végül is 9-1 az állás, 8 körös differencia, nem fregre játszik ezt a játékot, hanem körre, tehát igazából teljesen lényegtelen, csak azért milyen jó lett volna már, ha másikat most már megnyeri. Ugye Gabesson végül nem sikerült ez számára, és végül így
odáig lett az utolsó frag. Minden bizonyosan mondhatjuk azt, hogy nagyon jól állnak. Lambert, tehát nem is találja helyét. 0-10. Nem is ölt még embert. Szintén ugye a csapattársa is. Misto is, illetve 1-10-ben áll. Mayhem is, vagy Mayhem. Vagy Mayhem. Franciául nem tudok sajnos. Tudod, hogy hogyan kell kérteni a játékosoknak a neveit, az segítsen nekem kérem. De szerintem még én, mivel francia, ezért gondolom, hogy Mayhem egyébként. Mert Lambert is, Misto. Magic, az lesz Magic és Meta. Hát igen, ez egyre ez a... Egy... Ó, közvéként ölt egy embert. Lambert, az a, az AVP-vel, na végre. Felébredt a koffein adag, úgy néz ki most már. Betalált és most már megvan. És elkezdett végre játszani a francia. Flash van egy egyedül itt Bane. Jön már vissza egyébként bódító. Ez a füst az késői picikét. Flashnek kell megint alkotnia. Akár egy dupla, meg is van a dupla, meg is lesz a harmadik is. Viszont a lángok elvihetik túl. Jó pozícióban van itt benne, és így végül ész is lehet még belőle, ott van a negyedik, és végül az ötödik is meg lehet, de egy HP-val túléli természetesen Meta, és egy bodítójé az utolsó frag, négyet tud csak ölni Flash, de ettől függetlenül Gapeston 17-2, Flash 10-5, meccs szüneteltetve, akkor ez az a pauza, amelyeként befolyt szerintem a GoTV, az előbb ugye ott, jelen, ez kicsit hosszabb most, ugyanis el is tűnt a szerverről egy játékos, egyik webspell-es, úgyhogy valószínű. Várunk mindig a pauz levételére, jelölre 12. körben járunk, 9 körös differencia, a Volgár egyről vezet is közben, egyébként információkat próbálok szerezni erről a Katowice-ben megrendezett hoteles landról, de ahogy látom, ez pont el is fog indulni itt a mérkőzésünk, és ez a bizonyos land majd, ha minden igaz. Jövő hétvégén lesz megrendezve, közben visszatérünk el, és aztán majd itt folytatom ezt a monológot, úgymond. Végül közben egyébként visszatért a webszoles játékos is, és egy újabb vásáros kör 4 AK is, egy Tech 9-es, Shrek 9, vagy Swag 9, nagyon sok neve van igazából, Swag 9-es, Shrek 9-es, nagyon sok neve van ennek a pisztolynak. Gabesson közben egyébként öl egyet, aztán vissza kell neki vonulni Alexstrát, izzította be az M4-es, de ő sem tudott semmit megölni, és érkezik Foda, aki végül füstön átkapja a bombás embert, és így egyedül marad Misto, 1v4 szituáció, a webspellnek ez a pályaválasztás úgy néz ki, nem tűnik túl jónak, vagy talán majd CT oldalon akar valamit tenni, de egyelőre nem túl jó, egyelőre nem túl jó. Ezt kijelenthetjük. Kapok közben a gránátot Misto. És odát még megöli egy fejlövéssel. És érkezik Flash már hátulról. De végül Boiler szobába megy majd elkint a terrorista. Neki a vakító. Budító lehetné őt meg is fogja talán, ott van a fishbanker és észreveszi, pont rosszkal nézel onnan. Itt van már árnyéknál. Az a vakító az jó lehet, ott van Misto még mindig. Inkább őt kéne most nézni, Gabesson viszont hátba lőhetné most őt. Nem, Budító meglátta és Gabesson most ki fog nézni, itt meg is öli még. Na, lehet még lehozza ezt itt most 15 másodperc alatt, ha Budítót megöl és le tudja rakni a bombát. Igazából a bombát lerakja a doboz mögé, próbálja lerakni a flash, érkezik és végülként Budít öli meg valahonnan máshonnan innen mögüle. És így megvan vége a 11. köré is a Volgának. Közben egyébként megtaláltam az információkat erről a offline kvalifikációs versenyünket, mert ugye belekezdtem, hogy már az offline kvalifikáció meg lett hívva néhány csapat, a Cloud9, a Dignitas, a Team Liquid, a Titan és a Vox Eminor is ugye meghívásban részesült erre
a bizonyos Angelo Hotelben megrendezett, vagy Angelo Hotelben megrendezett kvalifikációs versenyre, ugye ez az offline verseny, amire a most, hogyha a Volgár még nyer kettőt ugye ezen a meccsen kívül, akkor kijut. Reménykedjünk benne, hogy ki is fog jutni, és nem csak nem csak feltételes mód lesz belőle, hanem tényleg meg, valóra is fog válni. Ezen kívül ugye már kvalifikált néhány csapat ugye, a korábbi kvalifikációs versenyeken ugye két európai kvalifikációs verseny is volt. És ugye mindkettőről 4-4 csapat juthatott ki. És ugye a 3D Max, a Copenhagen Wolves, a Counter-Logic Gaming, a Flipside, az InShop, az LGB, illetve a Maus, és még mellette a Peter is már kijutott. Úgyhogy ezek mellett szerepelhet majd esetleg ugye a Volgár neve erről a kvalifikációról, hogyha ugye megnyerik ezt a kvalifikációt. Nagyon közegén Bódító válaszol Alexstrat halálára, ugye a Lambertet megöli, úgyhogy immáron 4-4 ellen ismét a szituáció. Még közegén Bódító ölt itt még egyet, amire pont lemaradtam, amikor átkapcsoltam itt a kamerát. És így emberönybe került ismét a Volgár, utolsó három kör ugye a fél időből. 14-1, mennyire jó lenne ezt a kvalifikációt ma így kezdeni, ilyen jól. Bódító 3 HP-ra kerül, miközben egyébként Gabesson halhat itt meg, Gabesson túlélés, Gabesson duplázik itt a végén, 12-1 immáron az állás, az utolsó két kör érkezik, tehát ez egy rektnek betudható eléggé, főleg, hogyha a pisztolyköt terrorista oldalon nyerjük, akkor már igazából lassan meg is van a győzelem, és nem is nagyon lesz kérdőjel. Ki a kommentátor, ezt a felkelt, hogy a Casters parancs egyébként elő lehet hívni, ott egy kicsit lejjebb ürgetek, akkor az információ, nem már ott vagyok, mint kommentátor, Spray vagyok egyébként, Follow Spray Facebook oldalon el is lehettek engem. Hogyha véletlen kérdéstek van, vagy esetleg ugye nem szeretnétek lemaradni én semmilyen információról, minden streamet meg szoktam osztani, mindig van néhány extra tartalom, fogadási tippek és néhány videók, highlightok, így minden megpróbálok általában megosztani, ami a kezem ügyébe kerül, és tényleg vannak, amikor nézőjátékok vannak egyébként így egyéni streameken, tehát az érdemes mindenféleképpen követni engem. Remélem, hogy minél többen megteszitek, eszközben egyébként meg ott az egy-egyes sere, Meta, illetve Alexad már temetőből nézi végig ezt a kört, miközben megint Bódítót, aki időben átzár és megöli Magicet, és a bomba egyébként közben már bemegy árnyékon, és Gabessont lövik most ott hátba, Odának kell valamit tennie ez ellen, kettő embertől meg, nagyon szép, aztán ott van bent még a Lambert, és ő vele is foda végez, négyetől foda, brilliáns játék megint Fodától. Hát ez elképesztő, hogy mennyire formában van a Volgár, és mennyire jól állunk. De jó így látni most a Volgár, de jó így látni, tényleg, szárnyal egyszerűen, olyan szárnyakra kapott is. És meg lehet az a bizonyos továbbjutás, és már reménykedjünk benne. Senki nem számított igazából, csak a Facebook hangért közben, senki nem számított egyébként arra a Asus ROG-nál se, hogy egy kiút ugye a Volgár, és most is eléggé közel vagyunk ehhez, és mennyire jó lenne még egyszer egy magyar csapatot ugye, vagy megint egy magyar csapatot ugye látni, hogy képviselik Magyarországot. Flash a füst mögött, itt várakozik, brilliáns pozíció, kettő ember szed le Bódító segítségével, végül négyet szednek összesen le, de szép volt ez a brilliáns pozíció, hát ez kell ide. Megint a húsdaláló üzemet állítottuk, itt megnyitották a volgárosok, a volgár húsüzemet, és egyszerűen találóba futottak bele a webszfelesek. Meta maradt egyedül életben, 14-1, hát ez az eredmény nem nagyon jó a webszfel számára, 16k warmap jöhetnének ugye a szép szövegek, de azért güthálfot használják természetesen a volgárok, hát mint hogyha bemelegítenének, esküszöm egyébként, tehát tényleg köze nincsen itt a játékhoz most a webszfelnek. Szerencsére vagy sajnos, azt mindenki eldönti magának, azért a pártatlanságnak meg kéne maradnia, de hát ilyen mérkőzés, tehát a Volga ennyire simán, mint ki is vajon úgy hatol át ezen a webspelen, egyszerűen esélye nincsen, a pisztolykör érkezik, egy P250 is mellette négy Glock kiskevókkal, tehát egy Glock train, egy kis vonatocskát láthatunk majd valahova ugye beszáguldani, úgymond ezekkel a 9 millis 20 töltényes pisztolyokkal, alappisztolyokkal be is jönnek, itt hálószabályként bevonultott egy játékos, a 9-es számú, de pedig meg is olyik, amire átváltanék rá, hogy igazából mindegy, közben Mayhem pedig megöli Bodát, vagy Mayhem megöli Bodát, úgyhogy így 2-3 ellen, egy fős ember hátrány, fölveszett egy USP-t Gabesson, ezt újra kell azért tölteni, egyébként B-ről már érkezett, ugye Lambert, itt van ugye, Underpass-ben, Rókában, és le is fejezi Gabessont, és végül Alexstrat maradt már csak egyedül, és valószínű, hogy ő még életben maradt közben egyébként, már azt akartam mondani, hogy meghal, de nem. És elviheti a bombát B-re, a késre kéne futni, itt nincsen senki. Nem tudom, infózva lesz-e itt ez most, vagy nem.
Azért egyelőre, ha már átért ide az a baj, Magic, és igen, az átfutóás közben elkaphatja itt Alexot, ha nem fejez le, Alexnak le kéne fejeznie minél hamarabb, megpróbál rámenni, de végül a pisztolykört próbál szépíteni itt a webspell, ez most sikerül is egyelőre, és 14-2 immáron az állás, de azért ez még nem elég, tehát ez még egy hosszabb comeback, egy hosszabb folyamat lesz, ez minden bizony, aki merem jelenteni, hogy nem hiszem azt, hogy a tényleg hátralévő körökből 14 kör van ugye még hátra, hogy azokból ugye elbuknánk véletlen. Vagy nem nyernénk meg ugye kettőt, már nem nyerne meg a Volgár kettőt, úgyhogy szép a comeback, de azért szép lehetne a comeback, de szerintem azért ezt már érzik a franciák sebébe is. A D90-es mészárlásnak lehetünk szemtanúi, Lambert tuplázott, majd Mighten érkezett meg. Meta is egyet közben, és ha meghalkozik egy bódító is, 14-3, hát ebbe a mészállásba most mi futottunk bele, ugye előbb ugye B banánban történt ehhez hasonló, amikor ugye a húsdalálásnak lehettünk szem és fültanúi, most viszont ugye ez a mészállás a webspellnél volt meg, és elég ilyen vérfürdőt rendezett ott az a P90-essel, a francia játékos, de full echo jön most, ugye nem volt meg a bombalakás, és nem tudtuk megvenni a fegyvereket, de azért szerintem Fulek az egy gyorsan essünk túl rajta, fiúk úgyis van még rengeteg körünk a győzelemre, ott van kocsi mögött egy játékos, ki lesz fejelve, fejelve, igen, nagyon szép Misztó, közben megöl kettő játékost, felest, illetve Gabessont is, és Misztó hármat is öl, picikét már sok, ugye a gránát miatt ugye így csak 700 dollárt kapott, oda közben kifagyott, reméljük, hogy nem egy DDoS áldozatává vált, azért mondjuk nem, nincs elemélkül is, ha jól tudom, fogadás, úgyhogy talán azért ez nem egy nem egy DDoS. Megy a vakító gránát. Nagyon szépen be lesz vakítva ott bódító. 2v4 szituáció, kevés HP a Mistónak, hogyha mondjuk őt meghal most. Akkor itt van menni a jobbra, viszont lehet számítanak egyébként rá. Megy a vakító, most Mistó be lesz vakítva. Nem számít rá oda bódító. Bocsánat, hátbal oldalba lő végül őt Lambert, és bódít, Foda pedig ugye itt van banán elején is ki van fagyva, és igen, ki is hagyott. Nem tudom mikor folyott igazából ki, már valaki követelhetne ugye újraindítás, hogy első flexelés előtt, vagy flexelés után történt ez. Hoppá, közben Alexod is kifagyott. Bocsánat, Alexod is kifagyott közben, úgyhogy nem kifagy, kilépett le, csak újraindítja közben is a játékot, kihasználja ezt a kis szeletet. Ő is, és akkor így lesz majd ebből valami. Azért egyre nagyon jó állunk, azt azért elmondhatjuk. Ezután még lesz mérkőzés, remélhetőleg. Itt kérdezi valaki, lesz-e még ma meccs? Igen, lesz, a Volgár megy ugye tovább. Ha megy, ha tovább megy, ugye, akkor játszani fog. Ugye az ágra, azt nem tudom nektek is, mivel ugye nagyon sokan itt a Volgár Facebookjára jöttetek, és nem voltatok itt az első mérkőzésen. Ugye én a puta és a átérintes csapásával kezdtem. És most csatlakoztunk ugye a Volgár Veszprém mérkőzésbe be, és az ágrajzunkon, mint ahogy láthatjátok, egyelőre ott tartunk most, hogy az FM eSports Orbit mérkőzés nyertesére fog majd játszani, valószínűleg ugye most a Volgár 14-4-nél járunk, még közöként mindig nem jött vissza egyébként Foda, úgyhogy majd visszálltam természetesen a képet, közben egyébként még oldalt mutatok egyébként nektek, ahol itt a kvalifikációt tudok egyébként olvasni, hogyha megtalálom, igen, itt van az a bizonyos oldal, ezt is itt szépen hozzáadom, és akkor ezt is láthatjátok. Itt vagyunk az ESL van Katowice oldalán egyébként közben. Ugye az online kvalifikációk már véget értek, mint ahogy láthatjátok, volt ugye két európai kvalifikáció, amelyről öte jutottak összesen egyébként tovább itt, ahogy látom. Voltak ugye lengyel kvalifikációk, és volt egy CIS, ugye egy FAK, ugye a Független Államok nem követsége, nem... De jó, hogy belementem. Nem kötöttsége, milyen szó van K-val, közössége, na megvan a szó, Független Államok közössége. Ugye az a Oroszország, Fehér Oroszország, Ukrajna, Kazasztán, ugye abban a régióból.
is volt ugye egy slot, ugye egy hely, és az offline kvalifikáció az Angelo Hotelben lesz megrendezve, ugye Katowice-ben 14-15-én februárban, tehát az a jövő hétvége. Lengyelország ilyen 16 csapat lesz majd összesen, és ugye csak itt le van írva, hogy milyen rendszer lesz, ugye utazásban majd a Volvo, illetve az ESS-sel segít, tiki a csapatokat és támogatja őket. Szlovákat is igazából minden fizet az ESS-sel, tehát ez nagyon jó lenne igazából a magyar csapat számára, igazából nagyon költeni se kell rá, és egy ilyen lehetőség, hogy ilyen csapatok el, ugye Cloud9, Dignitas, Liquid, Titan, Vox, Eminor, illetve még itt a, amiket már korábban felsoroltam, ellen játszhatnak, ez egy mindenféleképpen nagyon jó, és közben egyébként mondtam, hogy kik jutottak, ugye a legendák, ugye, akik a DreamHack Winter, és nagyon jó, ugye a DreamHack Winter top 8-a, ugye, itt lehet olvasni a Fnatic, a Hellraisers, Na'Vi, Ninjas in Pyjamas, ugye NiP, Penta, Envy, illetve a SoloMi és a Virtus Pro, vagy Virtus Pro elnézést, ugye akik kijutottak már a meghívásban részesültek eleve, ki se kellett nekik jutniuk semmilyen kvalifikációs versenyen, nem kellett ugye részt venniük, mivel ezek még minden megy a mérkőzés között, valaki kezdődik kapcsolják már hát a játékra, közé berakom ugye akkor itt a sarokba, de még minden megy, még mindig így négyen vannak a terroristák, úgyhogy ezt is megmutattam. Pont most jött vissza Foda, akkor visszaváltam igazából most már a játékra. Vissza is érkezett, és nincsen mondjuk pénze, 1950, úgyhogy... Most az első vásáros kös 4400-al fog majd rendelkezni Foda, hát nem, még mindig 1950-nel. Amiért nem akarja odaadni, amit mindig ezeket. Hát most az 1950-nek kell folytatni a játékot? Ez eléggé vicces, röhelyesre hangzik. A vásáros körében fodán nem lesz pénze fegyverre. A legfontosabb kör nagyjából most itt. Ugye lesz a sorsolásunk is egyébként, és hogyha elérjük az 5000 követőt, amiket már nem tudom mennyire, mert már is értük közben, nagyon frissítettem rá, ugye még egy skin ki lesz sorsolva, úgyhogy több skin is ki fogunk sorsolni, ugye a Caster's parancsal, amit említettem, elő lehet hívni, hogy pontosan kisökén, mert hogy itt valaki kérdezte, hogy ki a kommentátor megint, én lennék Spray még mindig, a Gamepen TV kommentátora. Magyar kommentátorra, bocsánat, ezt hozzátenném, ugye a Gamepen TV egy német szervezet, ugye van angol streamerük, román és magyar is, illetve jól tudom orosz is, és ugye van egy nyereményjáték, igazából azt akartam először is beírni, ugye egy AK-47-es kék laminált AK-t sorsolok ki majd. Tehát nem lehet olvasni, csetben semmi sincsen igazából, tehát és nem tudom az a baj levenni, mert hogy nem tudom levenni, mert az a in-game layerem van rajta, mint látod, tehát nem tudom levenni sajnos. Úgyhogy ilyen overlay-t kaptunk, úgyhogy én csak oda beraktam még mellé ezt a nyereményját, ugye a Cségo Launch és a Gameplan logó mellé, de majd megpróbálom igazából. Csetben nem volt nagyon semmi, csak itt a próbálkozás volt benne, hogy itt látod picit ugye a tetejét, hogy hogyan kell ugye megoldani. De végül akkor nem sikerült megoldani, és fodának ugye tech 9-ese lesz, amivel meg is szerezhetjük most az entry-t, csak menni kell 32, le is fejezzék egy Magicet is még 3 HP-n, Magic, illetve Misto 22-n. Azt a mindenit foda, a Tech 9-es, a Shrek 9 működni látszik. Úristen, hát ez fantasztikus. Tehát nem volt ugye pénze, nem kapta meg a 4400-at, tehát eleve hátrányból indul akkor, és így végül is két B-vidő, egyből 3 és 22 HP-n Gabesson tör előre. Majdnem megvolt neki meta dög célulája, végül nem lett ez számára meg. Érkezik Magic az M4-esével. Egyelőre nem tud semmit összehozni. Érkeznek Fodáék. Deck 9-essel és 4 AK-47-essel. Meghal közben Foda.
Alexet közben egyébként megy ott előre, Alexan is elhullik a bombával. Flash, megvan végre a belépő, de már ez kicsit késő, az entry frag. Ez már késői volt. 19 a 30. körből, tehát ez is ugye a Webs felé lesz, és most jön a 20. és Echo kör jön megint. És utána tudunk majd venni talán meg... Ó, nem, ráforszolják a... Hát igazából ilyen fél Echo, úgymond. Tehát megveszik a pisztolyokat a kevlárokkal, kiskevóval, és akkor így... Kérkező kajal is lesz pénz, még oda is ott egy kiskevót, és akkor 2 CZ, 3 P250, és mindenki kiskevó. Megpróbálják ugye ezzel minél nagyobb kárt a gazdaságban okozni, ugye a Webspell gazdaságában már mint. Nem a sajátjukban, természetesen. Nincs ilyen füstjük, semmilyen gránátjuk, és így az a baj, hogy ott Lambert lehet most jó pozícióban az az AVP-vel. Jó pozícióban is van, megöli az elsőt, Tobi Abakítót, nem biztos vissza tud jutni, de hogy nem élve visszajut. Közben már Magic White az érkezőket. Duplán fregelhetnek, Gabessonbe van vakítva, USP-re vált Magic, és Gabessonnak nincs egyszerűen töltény abban a CZ-ben, és Magic még leöli őt, Foda egyetlen egy, bocsánat, Bódítól egyetlen egy embert, megint összekevertem a két játékost. Itt egy N4-es van most már, azért ez egy fokkal jobb. Ketten jönnek ki rá, és az a baj, hogy így, hogy egyesével talán még lett volna esélye, így viszont nem. Úgyhogy azt a félekót is elbuktuk, de most jön egy igazi válságos kör, tényleg most már az 5AK47-es, azért fokkal jobb a helyzet, mint hogyha nem ilyen fegyverekkel rendelkeznének. Úgyhogy érkezik is a bizonyos 21. kör. 5AK47-es tolom, meg 3M4-es egy AK, illetve Lambert nem jön, ott van az AVP, és megint agresszívan kinézett középre, viszont itt ellefügyből füstölve. Egyetlen egy B-videó igazából most Mistó, tehát igazából, hogyha arra mennének, akkor... nem arra, hanem arra mennének, tehát ugye B-re mennének, akkor mint most jól jönnek. Entryt meg kell fordulni, hogyha megtalálják az entryt, akkor be tudnának vonulni. Majdnem megvan, picit arrébb kellett volna lőni. A sorozás nem volt végül teljesen jó. Dob még egy vakítót is Mistó, és megpróbál visszavonulni, és már érkezik is az erősítése. A 8-as, nem a 6-os, Magic érkezik vissza. És közben megint Gabesson itt közben, nem Gabesson, de Gabesson, azt csak rosszra váltottam az előbb. Itt Poirier szobába majd le fog sétálni talán. Úgy néz ki, B-támadás lesz ebből? Láttam is szólt, ott lett az entry, 4 HP-val ússza meg a francia ezt is. És megint vissza ugye Magic. De nem tudom, kéne egy gránát, van gránát? Van egy hack flash kezében. Az baj, hogy pont a tekersfüstöt dobja, úgyhogy így ez... pont egy nagyon nagy baj számunkra, így neki mondja a hegyet, tehát egy időt tudna megölni. Megy a tekersős és Alexa vezeti a támadást majd. Nem végül Foda van az élen, a támadás élén. Háttal mennek be a játékosok, hát a vakítók már rég egy elment a vakítás hatása. De vonulnak végül, hogy ott van benne egyesnél egy CT, Gabesson jött végül meg. És tekercsek felől, tekercsnél már érkezik. Laubert, Lambert, bocsánat, Lambert, és Lambert nem tudja megölni őket, hibázik most az AVP-vel, lehet itt meccspontos körünk, a 15. kört megszerezheti a Volgár, és akkor már csak egy körre lennénk a győzelemtől, ez meg is van, Flash és Bódit összehozza, 15-6 immára, megvan a meccspont, már csak egy kör kell, van még bőven pénz a CT-knél, tehát nem kényszerülnek Echo körre, csak dobni kell egy játékosnak, aki nem más, mint ugye Magic, meg is kapja az M4-esét, és így az utolsó körök egyike érkezik már tényleg, tehát most már egyetlen egy kör. Mint tudjuk, az utolsó kört a legnehezebb mindig megszerzni, ettől függetlenül én azért azt mondanám, hogy simán lehetséges az, hogy azért az elsőt ezek közül a meccspontok közül lehozza a Volgár. Most azért majd van, amikor látják a bizonyos előnyt, ez az utolsó kör megszerzése, ez nagyon nagy lendület adott. Ugye látjuk itt a statisztikákon, hogy hogyan is alakultak itt a CT frekszerések, hát ugye meta ott az előbb az előző körben, ugye benne itt az egyes doboz mögött, ugye kettőt is kiszedett, és azért is odaírva az a bizonyos nagy sebzés kiosztás tőle. Ismét egy B-támadás. Ez megint jó lehet, Lambert megint hibázik az AVP-vel, tehát a hibákat ki kell használni, menni kell, flash vezető támadás, magyar kapitány az entry fraggel, nagyon szép tőle, megvan Lambert feje is, erről van itt szó, pont be, ugye be volt a bent távcsővel, nézte pont ugye ott a B-lerakót, és így nem látta, hogy flash rugrott tekercsekre, flash kettőtől többet nem tud már, a bomba lemegy, miközben Alexa váltja fel a flash pozícióját, ugye ő ment most oda be építkezésre, és úgy néz ki itt a vége. Innen már semmit nem tud összehozni a francia csapat, Alexstrad öl még egyet, megvan Mighthennek is ugye a dökcidája, és meghal Meta is, a Volgár 16-6-ra megnyeri ezt a mérkőzést, ezzel a következő ellenfélre vár,
Ki nem tudjuk, hogy még ki lesz, ugyanis még egyelőre nem zajlott le a másik mérkőzés, de nagyon egyszerű, nagyon könnyű győzelem, lehet, hogy mégis összejöhet az, ami az Asus ROG-nál.